Mi van veled, Despacito? Nap egy jó hírem van számotokra, és kettő rossz. Sajnos csak egy papucsom van, úgyhogy így mutatom meg nektek. Tehát, itt vagyunk, gyönyörű hely, itt van a tó, meg minden, de a rossz hír az, hogy egész este szakadt, ömlött az eső, villámlott, tényleg másodpercenként egy-egy villám. Volt, amikor a villám valahova itt csapott be a környékbe, mert olyan hangos volt, tényleg nagyon durva. Viszont ne buslakodjunk nagyon, hiszen már kezd kitisztulni az ég, hogy lehet, hogy ma még jó időnk lesz. Nagyon imádkozom, mert eddig nagyon szerencsénk volt az időjárással, miért nem láttok engem, oké. Okay. Van egy jó hírem is, már pedig az, hogy a gyerekszobából tegnap leköltöztem, és megkaptam a csónakházat, ami azt jelenti, hogy itt végre vlogolhatok, végre este vághatok hangos, oskodhatok meg minden, mert csak én vagyok itt. És igaz, hogy ez csak egy csónakháznak számít, ami azt jelenti, hogy alattam itt most két hajó van igazából, ez egy garázs, amire ráépült egy ház. Viszont ez a csónakház is már olyan gyönyörű, hogy az életemet le tudnám itt élni, hogyha mondjuk lenne még egy két plusz szoba, vagy valami ilyesmi. És gyerekek, ami a leges legjobb itt, hogy tényleg ennyire van a tó tőled. Ott a tó, az ott már a tó, Despacito, ott. Viszont egy dolog az, ami rossz, hogy a reggeliért mindig oda kell felmennem, és eddig nem tudtam felmenni, mert ahogy mondtam, ömlött az eső, úgyhogy még arra az 5 percre sem mentem volna ki. Most már elállt, úgyhogy irányt fel kajálni. Újra esik az eső. De nem baj, hív az éjség, úgyhogy irány föl. Még azért így is gyönyörű látvány ez a tó. Tehát mivel elég rossz idő van kint, ezért nem igazából terveztünk ma semmilyen programot, hiszen kint szakad az eső. Viszont nem szerettem volna kihagyni a mai napot se egy vlogolásból, hogyha már így 3 nap van hátra, akkor már próbálok egy napot se kihagyni, ha eddig nem hagytam ki. Viszont ma egy kicsit technikaibb lesz ez a videó, úgyhogy ha nem nagyon érdekelt téged ez a videóvágás, ez a maga a vlogolásnak a háttere, hogy hogyan készítek el egy videót, akkor nyugodtan kapcsolja el, mert tényleg itt technikai dolgokról lesz szó. Felvétel, 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 vágás, vágás, vágás. Ennyi lesz ma mai videó. Na jó, azért nem csak ennyi, tegnap megígértem ugye, hogy leugrom innen a teraszról, úgyhogy ma le fogok ugrani. Viszont kezdjük a vlog készítés elejétől, mi az, ami nélkül nem tudnának elkészülni a vlogok, mi az, amit én használok egy vlog elkészítéséhez. Na tehát, ahogy láthatjátok, körülbelül ez a vlog felszerelésem. Ez kell mind ahhoz, hogy elkészítsek egyetlen egy vlogot. Most innen eltűnt a kamera, ugyanis általában mindig ezzel vlogolok, és ez a kamera, amit itt láttok, ez csak egy ilyen második kamera vlogokhoz legalábbis. A fő videókhoz ez a fő kamera, vlogokhoz ezt csak akkor használom, hogyha ez itt le van merülve. Jöjjön a GoPro szekció. Ez egy aránylag új szekció, most vettem ezt itt mind Kanadára, itt, amit itt láttok, ez Kanadára lett véve, hiszen mindig is akartam vízbe videózni, azonban eddig soha nem tudtam, vagy mindig kölcsön kellett kérnem egy GoPro-t, és nem voltam mondhatni független, nem akkor csináltam ezeket a vízi felvételeket, amikor akartam. És van a GoPro, két aksi, egy kis memóriakártya, egy fejpánt, meg egy cucc, amivel bárhol fel lehet tenni magát a GoPro-t, legfőképpen ablakra. Aztán itt volt ugye a főkamera szekció,
ez a kamera, várjatok. Tehát ezt a kamerát használom főképp a vlogoláshoz, egy Canon G7 X Mark 1, ez az első változata. És hozzá pedig egy Gorillapodot használok, ez a Gorillapod SLR Zoom Gorillapod. Ez nem a legjobb, elvileg DSLR kamerákat kibír, de egy idő után, körülbelül így 2 éve van meg ez nekem, és egy idő után meglazul, és hát ezt nem szabadna csinálnia, hogy ezek így szétjönnek. Tudni kell, hogy ezek használati eszközök, azért vannak, hogy tönkre menjenek, és utána majd be kell újítani egy újat. És igazából ennyi a kamera szekció, vagyis hát ez is kamerának számít, a drón is egy kamerának számít, ez is egy viszonylag új szekció, nemrég majdnem el is veszítettem. Tehát itt van Alessia, aka DJI Phantom 4, 3 darab aksival, ami mindegyik aksi körülbelül egy 27 perc repülést jelent. Itt van a távirányítója, a propellerek és egy kis memóriakártya magához a drónhoz. És most térjünk át a vágás szekcióhoz, ez itt egy Dell laptop, ami egy Dell Inspiron 15-7000 Gaming. Tehát itt Kanadában most ezzel vágtam a vlogjaimat, általában otthon egy asztali géppel csinálom. És ami különlegesen nagyon tetszik a gépben, az az, hogy a touchpad jobb, mint egy egér, ami azért valljuk be laptopoknál nem sűrű. Tehát hoztam magammal külön egeret, de nem is használtam az egeret a vlogok vágásához, mert ez olyan jó, meg olyan hatékony. Viszont ebbe csak 1 terabyte hard disk van, úgyhogy kellett magammal hoznom 2-4 terabyte-os külön kis HDD-t. Ez tele van, azért is van ideírva, hogy 2017 07-ig volt használva, mert akkor betelt, ez meg akkor toll lett használva, és ebben még talán van egy 2 terabyte-nyi hely. Ez pedig sokan kérdeztétek, ez egy Feel fejhallgató, tehát FIEL, Bluetooth-os headset, nagyon király és noise cancelling-es, úgyhogy ez tökéletes, hogyha például autóban akarok vágni. Tehát most ez itt a felszerelésem, és most térünk át arra, hogy hogyan forgatok le egy vlogot. Igazából ez nem nehéz. Bárhol megyek, ez a kamera mindig a kezembe van, ezek mindig valami táskákba el vannak osztva, és tényleg bárhol megyek, mindent felveszek, mindent kommentálok, és majd a vágóasztalnál eldöntöm, hogy oda elég csak a zene is, vagy kell a beszéd is. Viszont most elállként az eső, és tegnap ugye megígértem, hogy beugrunk innen az emeletről a tóba, úgyhogy most megyek is ki, leforgatom azt, és igazából így most láthatjátok, hogy hogyan forgatok le egy ilyen dolgot. Utána pedig jövünk vissza, és vágunk. Most egy ilyen epic jelenetet fogok felvenni arról, hogy éppen kimászom a korlát szélére, és hogy leugrom az esőben a tóba, úgyhogy ahhoz a 120 fps, amit a GoPro tud, az tökéletes lesz, mert mindezt le akarom utána lassítani, úgyhogy vegyük is fel a kimenetet. Tehát most már ugrottam egyszer, és felvettem a GoPro valahogy a kezembe van, viszont ezen a felvételen nem szeretném, hogy a kezembe legyen a GoPro, úgyhogy ugrok még egyet, minthogyha először ugranék, és utána össze lesz vága, minthogyha egy ugrás lett volna. Ez egy kis hazugság. Tehát második ugrás most! Megvolt tehát a harmadik ugrás, ami ugyanúgy csak egynek számít. Most így hogyan készültött félretéve? Hatalmas nagy élmény onnan leugrani. Százszor jobb, fejest azért még nem biztos, hogy mennék, de majd a hét végéig talán kipróbálom azt is. És most pedig visszatérve, hogyan készült erre most, hogy mindent levideóztunk, irány a vágóasztal. Hozom tehát a laptopomat, és a következő lépés az, hogy minden, ami a két memóriakártyám van, ráhúzom a gépemre. Jó, tehát amíg másról megmutatom, hogy hogyan szoktam kategorizálni itt a vlogokat, belépek mondjuk ebbe, és van két külön mappa, a GoPro és a DJI. A DJI minden Phantom felvétel, a GoPro-val meg a GoPros felvételek. Most, hogy van egy új projektünk és nyitva van a Premiere Pro, be tudjuk húzni az összes fájlt, amit rátettünk a gépre, úgyhogy ezt gyorsan meg is csinálom. Behúzzuk Premiere és import. És miközben importálja dolgokat, ilyenkor szoktam zenét keresni. Általában, hogyha ilyen epic zenét akarok keresni, vagy bármilyen ilyen filmzenét, vagy valami ilyesmit, azt az epidemicsound.com-on keresem. Ezt kapom én az MCN-től, a partnercégtől, ehhez kapok hozzáférést, úgyhogy innen nagyon jó minőségű zenéket le tudok szedni, és copyright free zenék. Hogyha pedig ilyen Casey Neistat stílusú vlog zenét akarok, az pedig a YouTube csatornáról szoktam leszedni, a Che Vibes Soundról. Most amit csinálnom kell, az az, hogy minden egyes felvétel közül, amit felvettem ehhez az epic jelenethez,
emberekhez, ki kell választanom, mi a hasznos és mi a nem hasznos. Ez általában azt szokta jelenteni, hogy az elejét, itt amikor itt besétálok, így ezt itt levágjuk. És kész is, kivágtam a hasznos anyagot. Ez a vágási folyamat, amit most itt egy pár másodperc alatt láthattatok, meg látni fogtok még majd, ez kb. Egy ilyen 5-6 óráig szokott tartani egyetlen egy vloghoz. Tehát 5-6 óráig vágok egy vlogot, ami elég sok, elég lassú vagyok. Nem tudom azt mondani egy vlogra, hogy jó, amíg teljesen nem vagyok elégedett vele, úgyhogy ezért ez az 5-6 óra. Van, aki 2 óra alatt megvágja, van, aki 40 perc alatt megvágja. Úgyhogy most, hogy megvan minden hasznos anyag, most már csak sorba kell tenni minden zenére megvágni, és utána jöhet is az export, jöjjön még egy gyors timelapse. Most ideje kirenderelni, ami azt jelenti, hogy kimenteni magából a vágóprogramból egy ilyen külön videófájlba. Azt pedig egy média encoderbe szoktam megcsinálni, az ugyanúgy egy Adobe cucc. Premiere Pro-ba kijelölöm, hogy mit akarok renderelni, Ctrl M, utána rányomok arra, hogy Q, és az átküldi média encoderbe. Onnan meg rányomok a play gombra, és renderelődik is ki a cucc. És miközben renderelődik, igazából addig én chillelni szoktam, úgyhogy most is chilleljünk egy kicsit. Őszintén sajnos nem mindig tudok így csillelni renderelés közben. Na és most, hogy ez elkészült, ideje lejátszani, úgyhogy nézzük, hogy mit alkottunk együtt. 3, 2, 1...